Az új Hódmezővásárhelyi könyvtárról és a fürdőbelépőkről is tanácskoznak majd a városatyák a pénteki rendes közgyűlésen. A képviselőtestület munkáját ma bizottsággyűlésekkel készítették elő. A pénteki közgyűlés egyik legfontosabb napirendi pontja a költségvetés módosítása lesz. 22,8 milliárd forintra emelkedik a bevételi és kiadási összege az idei költségvetésnek, amely a nagy beruházásoknak, illetve a megnyert és sikeres pályázatoknak köszönhető. Így 3,8 milliárd forinttal bővül Hódmezővásárhely 2017. évi büdzséje. A mai bizottsági ülésen szó esett többek között a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár megújításáról is. Annak a megfontolása, hogy ez az épület komplexum, ahol ez működik, alkalmas-e még jelenlegi nagyságában, formájában, elhelyezkedésében, illetve felújított állapotban is arra, hogy egy ekkora megyei jogú város mai kor szellemi igényeinek megfelelő nem csak az írott, nyomtatott könyvek, hanem az internetes szolgáltatás kapcsán is azokat az igényeket kiszolgálja, amelyeket elsősorban a fiatalok, de a közép vagy idős generáció is igénybe vesz. A bizottsági ülésen a közgazdasági iroda tevékenységéről is hallhattak beszámolót az egybegyűltek. Az év Hódmezővásárhelyi vállalkozója címet is hamarosan odaítélik, előtte azonban rendelettervezetet alkot a közgyűlés arról, hogy ki milyen feltételek mellett érdemelheti ki az elismerést. Erről is véleményt mondtak a bizottságok tagjai a mai ülésen. Kedvezményes építményadót fizethetnek a vállalkozók raktáraik és egyéb üzemrészeik után a jövőben. Erről is döntés születik a pénteki közgyűlésen. A fontos napirendi pont lesz a Hódmezővásárhely Maros-Lele és Makó közötti kerékpárút megteremtésének, illetve kivitelezésének a megtárgyalása. Ez mai világban az egyes megyei városokat összekötő, településeket összekötő és a autó, jármű, gépjármű forgalomtól elkülönített kerékpárutak biztonsága, a városi és a környékbeli turizmusnak a biztonságos kerékpárra való megközelíthetősége. Ez egy nagyon fontos dolog. Gyakorlatilag azt is lehet akár mondani, hogy ez egy népegészségügyi programnak egy része. A beruházáshoz a három érintett kiemelt támogatást vehet igénybe, amelynek részleteiről a települések közgyűlései közös döntést is hoznak majd. Egyebek mellett a vásárhelyi strand és uszoda szolgáltatási díjaira is javaslatot tehettek a bizottságok tagjai. A pénteki rendes közgyűlést június 9-én 16 órától láthatják nézőink a vásárhelyi televízióban, ismétléssel pedig június 10-én szombaton 17 órától jelentkezünk.